Szavaztok, ez itt a Grill Light, ez pedig a GT a következő része lesz. Feljöttem vadállatoskodni egy kicsit. Tegnap olyan jó sikerült, hogy kedvet kaptam rá megint egy csöppet. Milyen szutykok vannak itt? Az aztán tankaranka. Ugye? Ez jó lesz motort keresni. Kezdene. Na bazd meg az első oszlopot. Elmegyünk itt a striptease bar mellett, végigmegyünk itt a híd alatt, és egy kis fasz. Ha minden igaz. Ez az autó annyira nem is sodródik, úgy látom. A fasz nem. Egy kerékre állt a buzi, de leszállt róla. Na gyerünk a faszomba innen. Jaj! Ezt szeretem én, amikor itt lehet menni neki. Vizes a húr, csúszik bazd! Ezért csak kilőttük a faszba onnan a rohadékot. A duel! Undorító köcsög majom akcentusok. Ez így nem lesz jó. Bejöttünk már megint egy csicska helyre. Szóval tesz itt egy sétáló utca. Faszapók! Hotdogos kocsit majdnem elvittem, bazd meg! Dudáltam. Szóval tagad gecit is, azon. Már tömegmészárlásban az meg. Jaj, de szép volt, geci. Ezt kéne ismételni. Hát itt a homokba szarul fog közlekedni, ezt majd látom.
a kurva anyád. Ami jó, hogy lelassítottunk itt, bazd meg, mert... Szoppengál élet volna. Az a baj, hogy itt ki se tudok menni. Mert föl kell valahogy menni majd itt a tetőre. Ez az. Így-e? Ez az, elkaptuk, jó van. Lebírjuk rázni a köcsög rendőröket. Jó, ez nem volt jó. Helikopáter is ott megy. Na most már mehetünk. Majd ilyenkor töröm össze magam, ahogy szoktam. Hú, geci! Ez szép volt. Hát, ha ma itt megdöglenék, az már blamázs lenne. Mondjuk esni azt lehet, de meghalni az már csúnya lenne. Úgy a... És olyan jót megyek. Hát előbb-utóbb úgyis elkap a gépszi azt. Szarvas vadásza. Szép. Defektet kaptál, barátja. Nehéz irányítani itt a fejlövést. De nem jó bemenni, bazd meg! De nagyon nem jó bemenni. De nem lehet menekülni, az a baj. Hoppá! Könnyékkel elkaptuk a izét. Mi van itt? Repülőtér, bazd meg. Milyen jó visszhangzik itt az utca. Nagyon óvatos van. Maximum a painkiller kód beírása után merek arcoskodni. Mert itt már simán meg lehet döglendelni itt. Beszaladtam majdnem a lába az meg.
Várj, a másikat is kilövöm, hogy... Úgy a... Túl sok kereked van, még bátyja, az a baj. Ó, buzi motorosok! Azokat le kell szedni egyesével, azok csicskák. Így-e? De vadállat vagyok. Jó! Aha. Nézzük a rendőröket. Hú, már nagyon ott van a seggembe. Kő, bazd meg! Hát igen. Hát így, ez nagyon zénékű maradtunk. Lenne valami jetski, akkor el lehetne bújni. Gyerünk, a kurva életbe. Hát igen, túl sok volt már rendőr. Szétlőtték a pofáját a gecibe. Az volt a baj, hogy elvesztettem a motort. De nagyon szép izé volt. A kiúszó rendőröket agyon lőni, bazd meg. Ez nagyon szép volt. Jaj. Túl súlyos a néni, az a baj. Mert még így egy lövés még úgy nagyjából el lehet sikálni. De ha kettőt, hármat lelövök, azt már jelentik, az a baj. Nagyon vigyázni kell. A verekedéssel is. Hogy megfőtt a kocsi? Ha ellopnánk szerinted, akkor elindulna mi? Ebbe be se engedül. Kis kellemes kis kertvárosi hangulat. Itt kellene találni valami jó kis járművet. Keressünk egy parkolót. Hoppá. Valaki ott arcoskodik. De kicsoda? Te büdös paraszt. Hát
Te potrohos kurva anyádat, te! Kellett volna neked kúsba maradni inkább. Te faszopó, hát nézd már! Rohadt geci bazon. Nem tudok fölmenni, annyira... Itt a szántásban, talán a vasúti sineken el tudok menekülni ezzel a szarral. Kilőtték a kereket? Még egybe van. Még egybe van. Lerázzuk a rendőröket, azt jó lesz. Hát nem tudtam megállni azért ezt a szart. Úgy voltam vele, hogy ez csak szét kéne lőni azért. Lassítsunk. Ott sincs egy motor se, hol se bazd meg. Ott van egy motoros. Kösz! Érjük utol, itt érjük utol, geci. Az, ahogy bekanyarodott, ott már nem lesz ott, hogyha megyek a faszom. De ott van még. Ki kéne lőni gyorsan alól a motort, bazd meg. Kurva anyád! Az meg halott kurva. Kurva izé. Szóval ki lehet lőni. Ki kell lőni ezt az egyet. Az ott látott. Azt nagyon megtoltuk. Megtoltuk a bácsit, az meg. Az egyszerre basztam el a kutyát, meg lőttem ki a izét, az király. Az kurva nagy. Ott megy a izéja. És mögém benne kerüljön a rendőr. Hú, hogyha nem kergetnének a rendőrök, lehet, le lehetne lőni a izé repülőt. Ott megy a... Követni kéne. Kövessük már a repülőt, bazd meg. Gondoltam, bazd meg. Faszopó lerakta ide paraszt geci a terméskövet. Rohadjál meg. Hú, annyi parasztot ölök meg ezért, amennyit tudok. Valahova itt szállt le. What the fuck? Seglukasztó élmény. Ez egy kis túlélő. Mekkorát ugrott már csávó? Fussatok, mexikója, fussatok! Állj kell belé, te faszopó! Valakit lövődözi, már nem jó. Bomba szanyja. Itt szedik a rizsát a parasztok-e?
gotta watch out, fool. Ennek is seglukasztó élmi. Utás, geci! Menekülni kell, mert majdnem megölt a faszapó. Jött a bakter, azt ezért majdnem agyon lőtt, bazen. Hol van az? Potrohos bakter. Lő a másik is. A másik faszom szájú is ott van. Fuck me! Geci be! Vanyád! Pont telibe verte az imotor, bazd meg. De azért szétbasztam a száját, azért áthajtottam a bakterem, bazd meg. Itt vannak a vidéki menek. Te vagy a legcsúnyább az összes közül. Nézd már a vidéki menta. Hogy kitért már. Vidéki men. Ez a tért kalácsod volt, te faszopó. Vidéki men. Oké, megint keresnek a rendőrök. Helyes. Mit pofázol? Kurva. Kell neked is valami? Faszom száj, mit van? Várjál csak! Nézd már! Ez az. Gyerünk gyorsan, meneküljünk. Szép a kvadosok élete. Csupa móka és kacagás. Hogy elpicsáztam már üszmetegeket, geci? Na, még ebből a szemszögből jobb a kvad, hogy az oszlop nem borítja meg azonnal, mint a motorot. Hoppá! Kojot el lett nyalva. Az ott nagyon el lett nyalva a szája. Oké. Véget ért a körözés. Leráztuk őket. De nagy gödör fele. Ez jó kis nyaktörő. Picsa butó, azt mondja. Azonban segítek a rendőröknek, akkor is elkezdenek körözni, meg ilyenek.
Kilőttem neked, te fasz. Örüljé neki. Kilőttem neki rögtön az éből, bazd meg. Tarkon lőttem a csávót. Legalább szerintem azt. Mondja. Viszont lepihenünk itt. Be kell ma húgyozni. Szerintem benne vagyok az éve kereső sugarába. Jobb lenne, hogyha arrébb mennénk. Nem lőtti szét a kereket, tehát tudok menni még. Azt hitte, hogy a motor megbasz csiszta egy kicsit. Hú, bazon, nem elkaptam a hídnek a szélét, geci. Ilyen Louisianába játszódó izét kellett volna csinálni, GTA-t. Ez nem lett volna rossz, az ilyen hangulatos lett volna egy a mocsárba motorozni, meg autózni. Ez a félsivatagos Las Vegas, meg Los Angeles környék, nem rossz, de nem a legjobb. De élesek a kanyarok. Meg itt igazából nem is nagyon van már semmi se. Az a helyzet. Ó, szarvas! Majdnem mellett baszva. Hiszem repülőtér van itt, a katona izé. Kapásból rám is jönnének, mint a szar. Ez a duda se ér benne túl sok minden. Tehát ilyen rányomod a parasztokra, nyomod egy ideig, akkor másznak arrébb. Hogyha nem akarod elütni őket. Csak nem táborozók. De bazd meg. Sziasztok, megjött a puci. Mi a helyzet? Az igaz, meg is jelentek a rendőrök. Se perc szaladt, bazmeg. Ez rendőr? Kocsi? Rendőrkocsi szerintem. De máshogy jelzi a rendőröket, meg máshogy jelzi a izéket is. Nem, ez egy banda. Valamilyen banda. Jön utánam. Ezek nem rendőrök. Jaj, katonák, bazd meg! Szép volt. Hát ez... Mit reszeltek? Hát igen, túl sokan voltak. Az a baj, hogy oszlopba fölestem. Oké, elköszönök, ez volt a GTA, sziasztok.